Otca i Syna i Ducha Svätoga. Amen. Zdravá Mário, milosti plná, Gospodin Boh s tobou, blážená ty jesi medzi ženama i blagoslovený plod utrobe tvoje, Isus. Svätá Mário, Majko Božia, moli Boha za nás za grišnike, sada i vrime smrti naše. Amen. Blagoslovená ty medzi ženama i blagoslovený plod utrobe tvoje. Szilágyi József két nyelvű köszöntőjével vette kezdetét az idei rácbúcsú, amely sok részletében eltért a korábbi hagyományoktól, tekintettel a vírus helyzetre. Külön apropója volt az ünnepségnek, hogy közel 400 éve indultak el szülőföldjükről a Magyarországon megtelepedett rácok. Ugye itt az ászon látni egy évszámot, az 1630-at, ugye azóta vannak itt Ercsiben a rácok, de hát ahhoz el is kellett, hogy jöjjenek ide, és ugye, ahogy ezt igazándiból már tavaly a kiadványomban is publikáltam, meg hát más horvát forrásokban is föl lehet lelni, az itteni rácok első hulláma 1620-ban, tehát éppen idén 400 éve indultak el Dalmáciából. Tehát gyakorlatilag ez az idei év, ez egy jubileumi, ami talán, hogyha most szerényebbek is a keretek, de mégis hangsúlyozottabbá teszi ezt az eseményt, hiszen 400 év óta még mindig vagyunk, meg itt vagyunk és ünneplünk közösen. Tehát azt hiszem, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül. Igazándiból nem is szabad többet erről beszélni, mint hogy ünneplünk, együtt vagyunk és érezzük jól magunkat, hogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna egy röviden és tömören. Ercsinszka Mária, ti velika gospa, misto izabrala tu more Dunava, da te poštujemo, tebi utičemo. Mario, Mario, ti znaš to prosimo. Pomozi, pomozi, pomozi nas divo. A Jorgoványi Ráckórus műsora mellett volt meglepetés fellépő is. Nem csak egy meglepetés volt, ismert dallamokat játszott egy hirtelen verbúválódott zenekar, kísérőként az énekkórus is bebesegített nekik. Négy órától pörkölt saslik, sokács bableves és sültek minden mennyiségben sorakoztak az asztalokon, a Csónakház remek hátteret adott a késő estig tartó rendhagyó zenés-táncos rendezvénynek.